Tisztelt emlékezők! Köszöntöm Önöket a holokauszt salgótarjáni áldozatainak emlékünnepségén. A nemrégiben elhunyt Nobel-díjas írónk Kertész Imre nyilatkozta a következőket. Ha Auschwitzról írunk, tudnunk kell, hogy Auschwitz egy bizonyos értelemben legalábbis felfüggesztette az irodalmat. Auschwitzról csak fekete regényt lehet írni, amely Auschwitzban kezdődik, és mind a mai napig tart. Auschwitz óta semmi sem történt, ami Auschwitzot visszavonta, vagy megcáfolta volna. Szintén a sorstalanság írója állapította meg, hogy a holokauszt mára már kultúrát teremtett. Ez a kényszerből létrejött kultúra a haláltáborokba hurcolt és ott elpusztított emberek előtt tiszteleg. Közöttük közel 400 ezer magyarra, s köztük a salgótarjáni áldozatokra is, akikre mi itt most emlékezünk. Felkérem Fekete Zsolt polgármester urat emlékező beszédének megtartására. Tisztelt emlékező gyülekezet, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok! Salgótarján megyei jogúváros önkormányzata nevében köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket a holokauszt salgótarjáni áldozataira emlékező városi ünnepségünkön. Megrendítő ez a nap, amikor felidézzük a gyilkos fajelmélet, a gerjesztett gyűlölt okozta népirtást, a magyar és köztük a salgótarjáni zsidóság nagy többségének elpusztítását. Most olyan eseményen vagyunk, ahol szinte csak egyetlen szó ismétlődik az emberben. Miért? Miért kellett ennek így lennie? Miért kellett több mint 2000 salgótarjáni zsidónak távol a szülőföldjétől, embertelen körülmények között meghalnia? Egyúttal fejet hajtunk. Megemlékezünk több százezer magyar honfitársunkról, akik a történelem legnagyobb bűntényének áldozatai voltak. Megemlékezünk arról a 6 millió emberről, akik ugyan a háború idején haltak meg, de nem a harcokban, hanem a náci birodalom és azok magyar kiszolgálóinak emberiség elleni bűntényében. Olyan emberekre emlékezünk, akiknek a kezében nem lehetett fegyver. Arra sem volt esélyük, hogy megvédjék magukat. Sorsukat eleve elrendelve, a szülőföldjüktől távol, kiéheztetve, embertelen módon gyilkolták meg őket. Mindazokra emlékezünk ma, akik áldozatul estek az antiszemitizmus őrületének egy olyan korban, amikor a legtöbben már azt hitték, hogy a háború rémsége a végéhez közeledik. Mégis megtörtént. Azóta is keressük az okokat, a választ arra, hogyan és miért következhetett be mindez. Vannak érzelmi, történelmi és politikai válaszok. De ezek korántsem elégségesek. Alig ha adják vissza annak a lelki és politikai torzultságnak az okát, amely a világban szétszórt zsidóság kiirtását tűzte ki célul. Az őrület átszőtte a politikát. A vész akkor söpört végig Magyarországon, amikor az ország már a világháború végét várta. Az igazi emlékezés és a múlt átélése, hogy jelen időben emlékezünk. Noha ténylegesen egyre kevesebben vannak közöttünk a túlélő áldozatok és a bűnösök, hiszen két emberöltőnyi idő telt már el. De a történelemmel, a saját múltunkkal való szembenézés és közösségvállalás a magunkra vonatkoztatott és jelenbéli emlékezésre kötelez bennünket, ma élőket, akik itt vagyunk, mert itt lehetünk. A meg nem születettek hiánya a velünk élő történelem néma kiáltása. Elviselhetetlen csöndjük lelkünkig hatol. Tisztelt megemlékezők!
Voltak itt nagyon sokan, akiknek szülőhazája volt a lángoktól ölelt kis ország. Akik gyógyítottak, városokat és gyárakat, vasutakat és színházakat építettek, sportcsapatokat szerveztek, találmányokat fedeztek fel, hírlapokat és könyveket írtak, szódát készítettek, dohányt árultak. 72 évvel ezelőtt ezekben a napokban kezdődött meg a salgótarjáni zsidó lakosok deportálása. Vasúti szerelvényekben 60-80 főt összezsúfolva útnak indultak a halálvonatok Kassán át Auschwitzba. Olyan emberek voltak ők, akik csak szeretni, dolgozni, gyermekeket felnevelni akartak. Értéket teremteni és megőrizni őseik munkáját, alkotásait. De a náci diktatúra az életüket vette el. Érdemes figyelnünk Babits Mihály intelmére. Ma senki sem él azokból, akik 200 éve éltek-e hazában. De ugyanaz a nép vagyunk, mert emlékezünk. A jelent csak a múltból lehet megérteni, a jövőt csak a múlt alapjára felépíteni. Azt a jövőt, ami a mi emberségünkből és a ma elvégzett munkából születik meg. Emlékeznünk kell, hogy erős hittel és akarattal mondjuk ki. Soha többé ne történhet meg ilyesmi. Soha többé. Emlékezzünk azokra is, akiknek itthon nem jutott sírhely, és akiket csak a szívünkben temethetünk el. Emlékük legyen áldott. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úr emlékező szavait, most pedig fogadják figyelemmel a Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium diákjainak műsorát. Ebben Pilinszky János és Kertész Imre szövegeit és Weber requiemjét használták fel. Varsóbóvaló vagyok. Én Prágából. Én nem tudom honnan. Én Budapesten születtem egy zsidó családban, amelynek anyai ága az erdélyi Kolozsvárról, az apai pedig a Balatonvidék délnyugati sarkából származik. Nagy szüleim még gyertyát gyűjtöttek. A szabad beátakart péntek este. Az enyémek nevüket már magyarosították, és természetes volt számukra, hogy a zsidóságot a vallásuknak, a hazájukat pedig Magyarországot tekintsék. Anyai nagyszüleim a holokauszban lelték halálukat. Engem mindez arra tanít, hogy a gyászban nem csak keserűség, de rendkívüli erkölcsi tartalék is rejlik. Én Varsóból való vagyok. Én Prágából. Én nem tudom honnan. A többiek közül megáll a kocka csendben. Mint vetített kép hunyorog, rabruha és fegyenc fáj. A félelmetesen maga van, a pórusai felni. Mindene olyan óriás, mindene oly parányi. És nincs tovább. A többi annyi volt csak, elfelejtett kiáltani, mielőtt földre roskadt. Csak azt feledném, azt a franciát. Ki hajnalfele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopódzani, hogy szinte földben ült. Körülkutatva éppen visszanézett, és hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánya egészen. Akármi lesz is, nem mozdul tovább. És már ette is, már falta is a répát, mint úgy lophatott rongyai alatt. Nyers marha répát evett, de a torkán még alig ért le, jött is a falat. És undorral és gyönyörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorunkban a boldogok és boldogtalanok. Csak azt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyerét, mely úgy tapasz szájra, és úgy adott, hogy maga is evett.
az egymás ellen keserülő szervek reménytelen és dühös szégyenét, amint a végső összetartozást is önmaguktól kell, hogy elvegyék. Az állati ammakogó örömről, a suta lábát, ahogy lemaradt, és semmisülten kuporgott a testnek vagy gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását azt feledném egyszer. A fuldokolva is, de fal tovább, és egyre még, és mindegy már akármit, csak enni bármit, ezt-azt, önmagát. Minek folytassam? Őrök jöttek érte. A szomszéd fogolytáborból szökött. S én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A jegyzetemben nézek és idézem. Csak azt feledném, azt a franciát. S a fülemből, a szememből, a számból a heves emlék forró rám kiállt. Éhes vagyok, és egyszerében érzem a halhatatlan éhséget, amit a nyomorult már réges-rég nem érez, s a földi táplálék nem csillapít. Belőlem él, és egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki. Ki el lett volna bármi jeleségen, most már a szívemet követeli. Kedvetlen több dolog, mint nap-nap után követni, nap-nap után számba venni. Mennyi pusztult el belőlünk ismét. Viszont van egy terület a természetünknek, az ember mindenkori és eltulajdoníthatatlan birtoka, a képzeletünk, ami még a rabságban is szabad marad. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, és örökre a világ végi esett földeké. És megint külön a kutyaólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De vír a szám a számkivetetésben, mert nem alhattam akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezzel levelével, és szólok én, mint éj időn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság rendszer? Ismeritek törődött kész fejem? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon? Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet, ismeritek a dermet vájukat? A mély világi kint ismeritek? Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Így indulok, szemközt a pusztulásra, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmi. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy magányos farkas. Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falat is megszerette, a kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba. Megállt a szoba közepén, és nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel át egész éjszaka, seggel is, mikor ragyon várték. Fölzúgnak a hamuszínegek, hajnal fele a Ravensbrücki fák. És megérzik a fényt a gyökerek. És szél támad. És fölzeng a világ. Későre jár, mert csak a rabruha kifosztó cérna szála van velem. Letépem és számba veszem a cérnát. Itt patakzik minden az arcomon. Emlékszel még? Az arcokon. Emlékszel még?
az üres árok. Emlékszel még? Csorog alá. Emlékszel még? A napon állok. 7 kocka van. Az elsőt nem tudom. A második, utak és messzeség. A harmadikban katonák. A negyedik kockában mi vagyunk. Az ötödikben éjség és kenyér. A hatodik kockában csönd van. A hetedik kockát nem ismerem. Nincs oly képtelenség, amit ne élnénk el természetesen, s utamon, már is tudom, ott leselkedik rám, mint valami kikerülhetetlen csapda, a boldogság. Hisz még ott, a kémények mellett is volt a kínok szünetében valami, ami a boldogsághoz hasonlított. Mindenki csak a viszontagságokról, a borzalmakról kérdez, holott az én számomra talán ez az élmény marad a legemlékezetesebb. Igen, erről kéne. A koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem nékik legközelebb, ha majd kérdik. Ha ugyan kérdik. S ha csak magam is el nem felejtem. Műsor utolsó mondatai megint Kertész Imrét idézték, aki kétségbe vonta, hogy egyáltalán kérdik-e még az emberek, hogy mi történt a koncentrációs táborokban. Azt gondolom, amíg az ilyen megemlékezések életben tartják a lágereket túlélt, megélt íróink, költőink gondolatait, addig mindig lesznek kérdéseink a múlt e szörnyű időszakával kapcsolatban. Csak válaszaink nincsenek. Viszont a mi dolgunk az a kegyelet ébren tartása. Ennek jegyében helyezzük most el az emlékezés koszorúit. Felkérem Salgó-Tarján megyei jogú város önkormányzata képviselőjét, helyezze el virágait. Kérem, Nógrád megye önkormányzata képviselőit, helyezzék el az emlékezés virágait. Kérem a Magyar Szocialista Párt Salgó-Tarjáni szervezetének képviselőit, helyezzék el a kegyelet koszorúját. Kérem a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Nógrád megyei szervezetét, hogy helyezzék el koszorújukat.
felkérem a salgótarjáni zsidó hitközség képviselőit a koszorúzásra. Kérem a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Képviselőit a koszorúzásra. Végezetül felkérem a műsort előadó és készítő Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium diákjait, hogy helyezzék el virágjaikat.